Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Beruházások Dombóváron, 3 jelentős fejlesztés vár indulásra ebben az évben. SZIA mentesség az anyáknak, több 100 000 forintos plusz bevételt jelenthet az intézkedés. Rendkívüli tél, az extrém meleg nincs jó hatással a szervezetre. Halmozza a szabálysértéseket a férfi, több alkalommal is jogosítvány nélkül vezetett egy kalaznói fiatal. 3 jelentős beruházás vár indulásra ebben az esztendőben Dombováron, mondta évértékelőjében stábunknak Pintér Szilárd a város polgármestere. A mentőállomás, az STK és a sportközpont megépülte, nem csak a városlakók, de a térségben élők számára is jelentős fejlesztés lesz. Minden nehézség ellenére az elmúlt évben az önkormányzat döntéseit a költséghatékonyság, a humánum és az intézmények működőképességének biztosítása jellemezte, mondta Pintér Szilárd. Dombóvár polgármestere úgy vélte, az önkormányzatok gazdálkodásában a rugalmasság lett a kulcsszó, mert csak így tudnak alkalmazkodni a szinte folyamatosan változó körülményekhez. A kormány döntése értelmében Dombóvár segítséget kap erre az évre az energiaválság okozta nehézségek kezelésére. 2023-ban kaptunk egy közel 100 millió forintos támogatást. Nyilván intézmény vezetőinkkel, kollégáimmal meg kellett értetni, hogy erre miért is van szükség. Mára már mindenki a magáinak érzi. Hétről hétre olvasunk le minden fogyasztásmérőt, és azt gondolom, hogy ez a kontroll mindenféleképpen erősíti azt a bizalmat, amely eddig is élt bennem intézményvezetőink irányában, hiszen minden intézményvezető sajátjának tekinti az intézményét. Az elkövetkezendő 4-5 évben Dombováron 7 milliárd forint fejlesztési forrás költhető majd el, miután a fenntartható városfejlesztési stratégia elkészült és támogatásra is érdemessé vált. Az idei év tervei között 3 nagy beruházás elindítása és a lehetőségekhez mérten befejezése is szerepel. Ezek közül a mentőállomásnak már az építési engedélye kiviteli terve megvan. Épp, ha jól sejtem, a vállalkozó kiválasztása van folyamatban. Az STK tekintetében egy 18-ban elvérzett pályázatot visszahoztunk az élők sorába, mintegy 300 millió forint értékben egy első ütemes felújítás az idén meg tud kezdődni, akár be is fejeződni. És ami nagyon nagy dolga, a térségi sportcentrumunknak a végleges kiviteli terveinek a jóváhagyása a napokban fog megtörténni. A város oktatási és szociális ellátórendszeréről szólva Dombóvár polgármestere örömét fejezte ki, hogy az egyházak komoly részt vállaltak a különböző intézmények fenntartásában, segítve ezzel az önkormányzatot a feladatok ellátásában. A magyar gazdák támogatásai az idén is biztosítottak és támaszt nyújtanak a nehezebb gazdasági körülmények között is, mondta Nagy István agrárminiszter csütörtökön. Úgy fogalmazott, látszik a világban zajló folyamatokból, hogy ez az év sem lesz könnyű a mezőgazdaságban. A történelmi asszály hatásai, az orosz-ukrán háború, az energiaválság kikerülhetetlen hatással van mindenki életére. Nagy István hangsúlyozta a tavalyi év nagy sikere, hogy az Európai Bizottság elfogadta a közös agrárpolitika magyar stratégiai tervét, a 2027-ig tartó időszakban a Magyarországnak járó uniós agrár és vidékfejlesztési támogatásokról kedvező megállapodás született. Kiemelte, a történelmi lehetőségeknek és forrásoknak köszönhetően alapjaiban újulhat meg a magyar agrárium. Idei év első hónapjának legfontosabb gazdálkodási feladata az új agrártámogatási rendszer feltételeinek megismertetése és alkalmazása. Fontos, hogy a gazdák felkészüljenek az egységes kérelem tavaszi benyújtására. Ebben minden lehetséges eszközzel segítjük őket. Idén is két időpontban szállítják el a szeméttárolók mellé kihelyezett fenyőfákat Tolna vármegyében. Ennek megfelelően Szekszárdon január 9-én és január 23-án viszik el azokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a fenyőfákat a kukák mellé helyezzék ki. A fa ideális mérete 1,5 méter, és amennyiben ennél nagyobb növényről van szó, akkor vágják el középen. Nagyon fontos, hogy a fenyőfa díszeket, égősorokat távolítsák el a fenyőfáról, mert baleset veszélyes, és tönkre teheti a hulladékkezelő cég járműveit, illetve a feldolgozó rendszerét. Hozzátették, Szekszárdon a január 23-a után kihelyezett fenyőfák begyűjtésére már nem lesz lehetőségük, így kérik, hogy aki később szeretné karácsonyfáját lebontani, a legközelebbi hulladék udvarba adja le a fát.
több százezer forintos plusz bevételt jelenthet az édesanyáknak a január 1-én bevezetett adókedvezmény. 2023-tól ugyanis a 30 év alatti gyermeket nevelő anyák is részesülnek az SZIA mentességben. Az apasági szabadságot 5-ről 10 napra emelte a kormány, és az előző években bevezetett családtámogatási kedvezményeket is meghosszabbította. Bár még nem közölték a 2022-es népszámlálás eredményeit, az elemzők szerint nem változik az elmúlt évek tendenciája, vagyis tovább csökken Magyarország népessége. A kormány több olyan intézkedést is bevezetett már, amikkel a gyermekvállalásra szeretnék sarkalni a fiatalokat. Ilyen volt például az otthonteremtési támogatás vagy a babaváró hitel. 2023. január 1-től pedig már nem csak a 25 év alatti munkavállalókra vonatkozik az SZIA mentesség, a kedvezményt kiterjesztették azokra a 30 év alatti dolgozó anyákra is, akik 2023. januárja után adtak életet gyermeküknek. Ezzel az új támogatással már egy fiatal lány pályakezdő korától akár 30 éves koráig teljesen jövedelemadómentes lehet. Ez amellett, hogy igen erős megbecsülés a fiatal nőknek, az évek során több millió forintos támogatást is jelent számukra. Kocsmár István, az Aliszkabau ZRT korábbi vezérigazgatója elmondta, náluk is van, aki tud élni ezzel a most bevezetett lehetőséggel. Épp a napokban mondták, hogy azt nem mondom, hogy újabb kismamánk van, mert ugye otthon van az első kislányával a kolléganőnk, de most bejelentette, hogy jön a második baba is. Bár az irodai munkákat többnyire nők végzik az Aliszkabaunál is, az építőipar alapvetően férfi szakma. Magyarország kormánya a családok támogatása érdekében arra is gondolt, hogy az újdonsült édesapák több időt tölthessenek újszülött gyermekükkel. Éppen ezért az eddigi 5 nap helyett idén már 10 nap szabadság jár nekik gyermekük születésekor. Én nagyon örülnék, hogyha minél többet tudnának, illetve lehet neki használni, hiszen ez azt jelenti, hogy az Aliszkabaus család szaporodna, többen lennénk. Évvégén elnézve az évzárónak az arcait, én örömmel konstantálom, hogy egyre több fiatal dolgozik nálunk. A kormány arra számít, hogy mivel az SZIA egy igen jelentős adórész, ami a családoknál marad, talán előrébb viszi a gyermekvállalási kedvet a fiatalok körében. A figyelőszolgálatban része orvosok jelentései szerint a 4 munkanapból álló 52. héten csaknem 13 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ csütörtökön. Azt írták, hogy december 26-a és január 1-e között az országban 134 ezeren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 12.900 embernél diagnosztizáltak influenza-szerű megbetegedést. Utóbbiak közül a betegek 27,6%-a gyerek, 31,6%-a 15-34 éves, 26,6%-a 35-59 éves, 14,2%-a pedig a 60 éven felüliek csoportjába tartozott. Az 52. naptári héten összesen 41 betegtől érkezett légúti minta az NNK laboratóriumába. Az orvosok által beküldött 9 minta közül 3 betegnél az influenza, 4 betegnél a korona, 1-nél pedig a légúti óriás sejtes vírust mutatták ki. Szakemberek szerint a jelenlegi előrejelzések alapján az idei tél folytatása az átlagosnál jóval enyhébb lesz, azonban az extrém meleg nincs jó hatással a szervezetre sem. Az egészségre káros következménye is van a rendkívüli időjárásnak. Meleg rekordokról szólnak a hírek hazánkban, idén januárban szinte már tavasziasnak mondható idő van, azonban nem csak Magyarországon volt karácsony és új év körül rendkívüli időjárás. Ez az enyhe időjárás, ami Európát jellemzi, egyébként már az előző télen is és ezen a télen is, az inkább a csendes óceánon megfigyelhető La Niña jelenség számlájára írható. Ilyen időjárási helyzetben, tehát amikor La Niña van, akkor hagyományosan Európában enyhébb a tél, mint a sok évi átlag. A jelenlegi előrejelzések alapján, amiket láttam már különböző modell előrejelzések alapján, a La Niña várhatóan fokozatosan megszűnik most az év első felében, és egyre inkább az El Niño, tehát az ellentetje lesz majd jellemző az év második felében. A szakember azt mondja, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján az idei tél folytatása az átlagosnál jóval enyhébb lesz. Bár a magas energiaárak miatt az ember pénztárcájának jót tesz az enyhe idő, a szervezetünkre rendkívül káros lehet. Annak ugyanis, aki frontérzékeny, komoly tünetei is lehetnek egy-egy időjárás változás esetében. Tapasztalom a praxisban, hogy a vérnyomások tudnak egy kicsit így megbolondulni, ingadozóvá válnak, vagy tartósan magasabb vérnyomások vannak, illetve aki migrén
migrénre, fejfájásra hajlamos, akkor náluk szoktak ilyen panaszok lenni, meg az alvászavarok, ami igazából akkor veszélyes, mondjuk egy sofőrt érint, vagy a képjárművezetést zavarja meg, ilyenkor mindig fokozott odafigyelés és előbírálás szükséges. A házi orvos hozzátette, hogy az alapbetegségekkel rendelkező idős szervezetet jobban megviselik a frontok. Még benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A beadás határideje január 18-a, közölte az Oktatási Hivatal. A közleményben emlékeztettek, amennyiben egy szülő valamilyen okból úgy látja, hogy tanköteles körmű gyereke még nem érett az iskola kezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyerek szeptemberben megkezdi az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz nyújtatja be a kérelmét, melyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet. A Madéfalvi veszedelem 259. évfordulójának alkalmából tart gyertyagyújtást és csendes megemlékezést a dombovári székelykör. Az eseményt január 6-án délután 5:30-kor a Szent László parkban felállított székelykapunál tartják. Több alkalommal is jogosítvány nélkül vezetett egy kalaznói férfi. A rendőrök harmadszorra hőgyészen igazoltatták a 25 éves férfit. Ekkor a szonda is pozitív értéket mutatott, így a fiatalt előállították a járőrök további mintavételre, és ittas vezetés miatt is feljelentették. Az elmúlt napokban a tamási rendőrök őrizetbe vettek egy kalaznói férfit, aki december és január között 3 alkalommal is engedély nélkül vezetett. A 25 éves férfi minden alkalommal egy rendszám nélküli forgalomból kivont autóval furikázott. Az első és a harmadik esetben kalaznón, még a második esetben december végén hőgyészig jutott a emberünk az autójával. A második esetben azon túl, hogy egy lejárt forgalmi engedéllyel nem rendelkező, rendszámtáblákkal nem rendelkező, rossz műszaki állapotú autóval közlekedett, ő vezetői engedéllyel és semmilyen vezetésre jogosultsággal nem rendelkezik, hiszen KRESZ vizsgát soha nem tett. Hőgyészen az egyenruhások a szondát is megfújatták a férfivel, ami pozitív értéket mutatott. A hőgyész igazoltatás során az is kiderült, hogy az autó az üzemanyagot nem a tankból, hanem egy a motortélben elhelyezett műanyag kannából nyeri. Kollégáink az előkészítő eljárást lefolytatták, a Tamási Járásbíróság mai napon pénzbírságot szabott ki, illetve 1/2 évre a vezetéstől is eltiltották a kalaznói fiatalt. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztályán a megszokott helyen, de megváltozott időpontokban várják az ügyfeleket. Az ügyfélfogadás hétköznaponként 8 és 11 óra között lesz, valamint szerdánként 13 és 15 óra között. Szükséges előzetesen időpontot egyeztetni telefonon, a 74-es körzet 501-100-os telefonszám 3196-os mellékén, vagy a 74-es körzet 501-196-os telefonszámon. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. A hajléktalanoknak segít a polgárőrség, meleg plédeket adományozott a Vörös Kereszt. Lejárt a karácsonyfák ideje, hamarosan kezdik elszállítani a kidobott ünnepi díszeket Kaposváron. Újabb szemétkupacok Pécs-Somogyban, építési törmelék ruhanemű elektronikai eszközök csúfítják a környezetet. A Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének nyújtott segítséget a Magyar Vörös Kereszt Baranya megyei szervezete. Az önkéntes rendfenntartók ugyanis az utcán feldél nélkül élőknek segítenek meleg takarókkal, a plédek lakossági felajánlásokból gyűltek össze a Vörös Keresztnél. Egy hatalmas konténert nyitott ki a Baranyai Vörös Kereszt igazgatója. A tárolóban rengeteg ruhanemű van, melyekből most a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részesül. Nem véletlenül, hiszen az önkéntes rendfenntartók fontos cél érdekében használják fel ezeket. A téli hidegbe, most ugye elég kellemes az idő, de hogyha hűvösebb van, nagyon sok olyan hajléktalannal találkozunk szolgálatellátás alatt, akik nem hajlandóak semmilyen körülmények között bemenni szállóra, őnekik a meleg teán kívül meleg takaróval tudunk segíteni, hogy átvészeljék a hideg éjszakákat. A hajléktalanok mellett a nehéz anyagi helyzetben élőket is segítik. Jelenleg főként Pécs területén, de Baranya más városaiban is szükség van a meleg takarókra. A plédek egyébként lakossági felajánlásokból gyűltek össze a Vörös Keresztnél. Nekünk készleten 1400 kiló ruha nem jó, úgyhogy most ezt nem tudom megmondani, hogy körülbelül ez hány darab vagy hány kiló, de azt mondtam Ágéknak, hogy amíg van készlet erejéig, addig nyugodtan bármikor forduljanak hozzánk segítségért. A lakosságnak pedig, hogyha van olyan plédje, amit esetleg fel tud ajánlani, az pedig akkor a Dobó István utca 89-ben nagyon szívesen fogadjuk.
A felajánlásokat ezután elszállították a közbiztonsági centrumba, a polgárőrség irodájába. Az önkéntesek a téli időszakban Baranya szerte segítik a hajléktalanokat és a rászorulókat. A január 9-i és a 23-ai héten szállítják el a kidobott fenyőket Kaposváron. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a fákat, díszek, szalagok és szaloncukros papírok nélkül dobják ki, maximum 10 cm törzsátmérőjű, legfeljebb 150 cm hosszúságban. Akinek nagyobb fája van, az lehetőség szerint darabolja fel. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Új hulladékszállítási naptárat vezetett be, ezt már decemberben kiosztották a lakosság részére. A naptár tartalmazza a díjmentes fenyőfa szállítások időpontját is. Idén januárban is két alkalommal gyűjtjük a karácsonyfákat Kaposváron. Kicsit rendhagyó módon most nem egy-egy nap az egész városban, hanem egész héten gyűjtjük. Ez a január 9-i hét, és a január 23-ai hét. Még azt tudom elmondani, hogy idén minden háztartásba eljuttattuk az önkormányzaton keresztül a 2023-as évi hulladékszállítási naptárt, aminek az alján megtalálható, hogy pontosan melyik nap lesz a fenyőfa begyűjtés abban a körzetben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy a megjelölt napokon a lecsupaszított karácsonyfát az ingatlan előtti közterületre, társasházak esetén a gyűjtő konténer mellé helyezzék ki úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza. Idén egyébként egy-egy héten át lesz lehetőség a fák elszállítására, de személyesen is leadhatjuk azt a hulladékudvarban. Január 23-ai hét a második alkalom, amikor gyűjtjük Kaposváron, de utána a hulladékudvar nyitva áll egész évben, tehát aki később további ideig is meg szeretné őrizni a karácsonyfáját, az megteheti. Annyit kérünk, hogy utána ugyanúgy lecsupaszítva hozza be a hulladékudvarba, ahol ingyenesen leadhatja. Akinek nagyobb fája van, az lehetőség szerint darabolja fel. A fenyőket oda kell kihelyezni, ahol a hulladékszállító is jár, tehát nagyjából a kukák körül, az úttest szélére, jól látható helyre, a forgalmat nem zavarva. Újabb szemétkupacok jelentek meg Pécs-Somogyban a Muromi út mentén. A terület közel található a nemrég megtisztított vasasi illegális hulladéklerakóhoz. A zöldövezetben elhelyezkedő szakaszon most építési törmelék, elektronikai eszközök és ruhanemű is csúfítja a környezetet. A terület önkormányzati képviselője abban bízik, hogy mielőbb el tudják szállítatni a szemetet, a megelőzés érdekében pedig már felvette a kapcsolatot a kormányhivatallal. Miután októberben megtisztították a területet, alig két hónap elteltével már újból szeméthalmok borítják a Muromi utat Pécs-Somogyban. Egy helyi lakos figyelt fel az illegális lerakóra, majd az önkormányzati képviselő is feltérképezte a szakaszt. Építési törmelék, ruhanemű, elektronikai berendezések égtelenkednek az egyébként Pécs-Somogyot az Áper laktanyával összekötő út mentén. A lehetőségek, ahogy tudom, a megyei kormányhivatal vezetőjétől, Horváth Zoltán főispántól, hogy ezt ma már a törvény bűncselekményként is kezeli, tehát jelentősen szigorodtak ennek a szankcionálási szabályai, de nagyon nehéz a tettenérés, mert 2 kilométerre durván a főúttól, csendes, zöldövezeti közegben nincsenek itt szomszédok, bárki itt le tudja pakolni, sajnos, mint ahogy látszik az ábra. Berényi Zoltán abban bízik, hogy minél hamarabb el tudják vitetni a szeméthalmot. A képviselő a megelőzés érdekében már felvette a kapcsolatot a kormányhivatallal is, sőt, több környékbeli is jelezte, hogy segítenének a tettenérésben. Erre egyébként több javaslat is felvetődött. A megoldás nyilván az lenne, hogy egyrészt miután elszállítatják ezt a szemetet innen, egy vadkamerás vagy valamilyen bizonyítékot rögzítő eszközzel a későbbi tettenérés céljából és az eljárás kezdeményezésére bizonyítékot lehetne gyűjteni. Számos civil kezdeményezés és a Tisztítsuk meg az országot kormányzati program is eredményezett előrelépést az illegális lerakók felszámolásában, tette hozzá a képviselő. Berényi Zoltán emlékeztetett, hogy a hulladékradar alkalmazás is nagy segítség, ahol akár fénykép és helyszín megjelöléssel is jelezhetik a szemét hollétét. Még mindig sok a szilveszterkor megszökött kutya Somogy vármegyében, bár talán valamivel most kevesebb négy lábút kellett Siófokon és térségében begyűjteniük az állatvédőknek, mint a korábbi esztendőkben. Továbbra is arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy a felelős állattartás lehet a zálog az elkóborolt kedvencek számának visszaszorításában. Ha! 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 Ha!
Az idén kevesebb megriadt négylábú került be a siófoki menhelyre, és arányaiban kevesebb talált kutyát kellett az önkénteseknek vagy állatvédőknek beazonosítaniuk a szilveszter óta eltelt napokban. Így a tágabb környezetünkben azt gondolom, hogy nem voltak ez extrémen sokan világgá szaladt kutyák, most is voltak természetesen. Sajnos egy komoly részüket nyilván a tűzijáték idején vagy ideje alatt, meg utána még jó néhány órával akár, meg még most is van olyan, akit még nem sikerült befogni, mert még mindig halálra van rémülve, és most élve befogóval próbálkozunk majd, illetve az önkénteseink már szervezik azt, hogy hogyan és hogy helyezzük el az élve befogót. Tehát inkább tényleg így az utána lévő időszakban csapódtak le az ilyen talált kutyák. Szerencsére a nagy részét haza sikerült juttatni, még egy kutya van nálunk, akinek várunk a gazdájára, hogy elég fontosnak érezze, hogy hazavizje a kutyáját. Vörös Zsuzsanna szerint az elmúlt évek kitartó kommunikációja a felelős állattartásról talán valamennyire eljutott a gazdikhoz is, hiszen sokan döntöttek úgy, hogy inkább kedvenceikkel maradnak az óév utolsó napján. Egy réteg azért valószínűleg otthon töltötte a szilvesztert, és nagyon-nagyon sokan, azt gondolom, akinek kutyája vagy több kutyája van, ők otthon töltötték a szilvesztert, és inkább erre igyekeztek figyelni. De azért nyilván mi is találkozunk olyan esetekkel, hogy tényleg az udvarban a pórázon sétáltatott kutya, illetve úgymond a dolgát végezni kivitt kutya, amikor sikerült valakinek bedobni, vagy oda a kerítés mellé ledobni egy petárdát, az is tudott világgá szaladni át, pánikroham kíséretében átrohant a kerítésen, vagy átugrott a kerítésen, és bizony jó ideig tartott, míg sikerült megtalálni a gazdának. Tehát azért találkozok ilyen esetben, hogy a legnagyobb egy elővigyázatosság mellett is sajnos ez egy olyan extrém helyzet, és vannak olyan kutyák, akik olyan extrémen reagálnak rá, hogy világgá mennek, és nagyon nehéz megakadályozni őket. Az persze továbbra sem mondható el, hogy varázsütésre minden állattartó felelőssé vált. A menhelyek továbbra is maximális kapacitással és néha a felett üzemelnek. Nagyon sok a kölyök kutya, illetve az olyaneb, aki nem rendelkezik csippel. Az állatvédők szerint komoly eredményt ezügyben a szabályok betartatása, a rendszeres ellenőrzések és a pénzbüntetések jelentenének. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Beruházások Dombóváron, 3 jelentős fejlesztés vár indulásra ebben az évben. SZIA mentesség az anyáknak, több 100 000 forintos plusz bevételt jelenthet az intézkedés. Rendkívüli tél, az extrém meleg nincs jó hatással a szervezetre. Halmozza a szabálysértéseket a férfi, több alkalommal is jogosítvány nélkül vezetett egy kalaznói fiatal. Péntek délelőtt már gyenge légmozgása valószínűbb, napközben szakadozott felhőzet melletti napsütéses időjárás várható. Csapadéktól vagy jelentős lehűléstől nem kell tartani, éjszaka ismét fokozódik a köthajlam, párásodik a levegő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsoraikat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!